Azon tűnődtem, hogy, miért van testi vágy. Többször beszéltem arról a videóimban, hogy az, amit a világ úgy hív, hogy sátán, tehát nem a világ, hanem a vallási misztika, ugye, meg a Biblia, hogy fogalmazza, hogy sátán, vagy ördög. Az nem más, mint a testi gondolkodás. Az elbukott emberi gondolkodás. És tehát a testiség, a földiség, a földhöz ragadtság, az maga úgymond a sátáni lelkület, a sátáni szellemiség, ami megkötözi az embereket. Úgymond birtoklóvá teszi őket, versengővé teszi őket. Nyilván, aki birtokol, az, az ember az nem csupán birtokol, hanem hazudik is. Tehát a birtoklást igenis úgymond elősegíti a hazugság. A földi javak, a földi kincseknek a megszaporodását mindenképp elősegíti a hazugság. Tehát nem lehet elválasztani a birtoklást a hazugságtól. Ha valaki birtokolni akar valamit vagy valakit, akkor nyilván minden eszközt megragad ahhoz, hogy ezt, tehát hogy megcsinálhassa, hogy birtokolhassa azt a szemét, azt a tárgyat. Így ugye hazugságba is tud keveredni. Tehát többször beszéltünk arról, hogy amikor azt mondta Jézus Péternek, hogy távozz tőlem, sátán, akkor gyakorlatilag tehát ki is fejtette ő, hogy te nem gondolsz a lélek dolgaira, mert ugye Péter testből beszélt. Péter nem akarta, hogy Jézus meghaljon, az ő mestere meghaljon, hogy elveszítse őt, ugye, hogy megöljék őt, vagy az ő testét. Ezért azt mondta, hogy mester, nem kell ez veled megtörténjen, gyere, menjünk el innét, húzzuk el a csíkot, amíg nem késő. És azt mondta Jézus Péter, hogy távozz tőlem, sátán. Tehát, hogy igazából nem Péter dolgálta meg, vagy Péter dolgálta meg, de a benne lévő szellemiséget, gondolkodásmódot, amiből Péter beszélt. A testi gondolkodást, a földhöz ragadt gondolkodást, mert Péter nem gondolt a lélek dolgaira. Tehát több videó van, amúgy az írást, aki ismeri, egyértelműen láthatja, hogy maga, amit úgy hív az írás, hogy sátán, az szorosan összefügg ugye az emberi, elbukott emberi testi gondolkodással, földhöz ragadt gondolkodással. Nem ilyen röpködő, levegőben röpködő démonokról van szó, mint ahogy azt tanítja a vallási misztika ugye az embereknek, a babona, hanem a földhöz ragadtságról van szó, az a sátán. Igen ám, de hogyha a földhöz ragadtság vagy a testiség az sátán, akkor miért engedte meg az Úristen a testi vágyat? És jött egy nagyon jó kijelentés erről, sőt az igazság az, hogy már többször bepróbálkozott mostanig, és mostanig nem foglalkoztam vele, tehát úgy nem vettem észre, hogy fontos lenne megtekintsem ezt a gondolatot, ezt a szempontot. Ahogy Pál apostol mondta, mondjuk Pál apostollal, vagy Pál apostol nélkül, az Úristen mindent a javára fordít, a javokra fordít az őt keresőknek, az igazság szeretőinek, az ő gyermekeinek. Tehát mindent felhasznál arra, hogy tanítsa őket. Erről már többször tettünk bizonyságot, hogy a minket körülvevő, körülölelő jelenségeket az Úristen mind-mind felhasználja arra, hogy tanítson bennünket. A teremtett világot felhasználja az Úristen, hogy tanítson bennünket. Tudnillik, ami a mindenható Istenből láthatatlan, ugye, az ő örökkévaló dicsősége, bölcsessége, mint ahogy Pál mondja, már a kezetektől fogva megláttatik és megismerszik a teremtésből,
tehát mindenben benne van az ő törvénye. Ezért, hogy igazából mindenki úgymond valamilyen szinten látta és hallotta Istent. Az, hogy válaszolta rá, vagy figyelmen kívül hagyta a lelkiismeretének a hangját, vagy azt, amit ugye lát a természetben, az Isten adta, az Isten alkotta a természetben, vagy nem hagyta figyelmen kívül, ez már mindenkinek a saját választása, saját döntése volt. Konkrétan a Suziról van szó, a kis cicáról, aki most már úgy néz ki, hogy ivarérett. Körülbelül egy éves lehet, de úgy néz ki, hogy náluk ez gyorsabban, hamarabb megy, mint az embereknél. Nekünk több évre van, több időre van szükség, hogy ivaréretté váljunk. És elkezdjünk gondolkodni a testi örömökben. Jó van, de hogyha a testiség úgymond bűn, tévelgés, akkor miért engedte meg az Úristen, hogy legyen testi vágyunk? És nem csupán nekünk, hanem még az ártatlan macskának is, miért van neki testi vágya? Bizonyára, hogy nem nézett pornót, tehát nem keresgélt az interneten borotvált cicák után, hogy azáltal magát, saját magát úgymond ingerelje, és mégis van testi vágya, mégis, amit ugye ő egyébként kifejezése is juttat, azáltal, hogy gyakrabban nyávok, és nem úgy nyávok, mint ahogy szokott úgy általában, hanem az, amikor ő ugye vágyakozik a testiség után, a párja után, teljesen másképp nyávok. És egyértelműen jött a kép, jött a látás, hogy miért van szükség a testi vágyra, akár a macskának is, a kutyának is, és az embernek úgy szintén. Hogyha már egy elbukott világban élünk, miért van testi vágy, miért van szaporodás, miért van szaporulat? Épp azért, kedves agatók, mert egy elbukott világban élünk. A testi vágyat az Úristen felhasználja a lélek megmenekítésére. A testi vágy által, ugye, hogyha az ember nem vesz részt az úgynevezett Bill és Melinda Gates propagandában, ugye, az úgynevezett családtervezésben, vagy akár a, ugye ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy a legitim gyilkolásban, gyilkosságban, tehát orvosi, tudományos szinten elismert, ugye, engedélyezett gyilkosság, ugye az abortusz. Tehát, hogyha mi nem veszünk részt ebben a tényleg sátáni propagandában, akkor mi történik? Az történik, hogy a testi vágy által gyermek születik. Új élet jön a világra. És azáltal, hogy új élet jött a világra, főképp a nők, főképp az anyukák, hát mondjam azt, még közelebb kerülnek Istenhez. Én többször mondtam azt, hogy szerintem a krisztusi állapothoz a krisztusi állapothoz a tudatlan emberek közül az anyukák vannak a legközelebb. Akik bekerülnek egy olyan állapotba, ahol ők akár hajlandók feláldozni saját magukat, a saját életüket, hogy a magzat, a gyermek élhessen. Persze ez, mint tudjuk, ma már másképp van. Erről beszéltünk egy korábbi videóban, aminek az a címe, hogy a világjárvány valódi áldozatai. Ez ma már másképp van. Mert ugye az anyák, a nők szemrebbenés nélkül megölik a magzatokat, és ráadásul ez meg is van magyarázva, hogy az nem gyilkosság, ne aggódj, az nem gyilkosság, 3 hónapos koráig nyugodtan meg lehet ölni, vagy akár most már ugye Amerikában vannak olyan államok, ahol 9 hónapos koráig is meg lehet ölni a magzatot, tehát születés előtt bármikor ki lehet nyírni őt. Tehát az, ugye, mert a magzat az ártatlan, kedves hallgatók, az ártatlan. Tényleg, ő igazán nem érdemli meg az, hogyha már megfogant, és Isten megengedte, hogy megfogadjon, és kifejlődjön az anya méhében, nem érdemelné meg, hogy valaki megölje őt.
de viszont most már teljesen legálisan, törvényesen megölhetjük a magzatot. És ez úgy annyira bekerült ez az úgynevezett családtervezés fogalom köntösében, a gyilkosság az emberek elméjében, hogy úgy gondoljuk mindannyian, ugye, hogy az abortusz meg az elkaparás az nem gyilkosság. Sőt, tehát ez tulajdonképpen ez, így megvédem magamat, sőt, ezt úgy emlegetjük, hogy felelősség teljessé, kedves agatók. Borzalom, mennyire le vagyunk butítva. Azért nem azt mondom, kedves agatók, hogy mennyire le vannak az emberek butítva. Tehát én nem akarok ilyen úgy csinálni, hogyha én kivétel volnék. Én is áldozatául estem minden propagandának, higgyétek el. Nem vagyok különb, mint azok a személyek, akik ezt a videót hallgatják. Nem akarok én fölényeskedni, senkit sem lenézni. Én is bevettem minden hazugságot, drága embertársak. Én is hittem azt, hogy tulajdonképpen az, hogy a gyermek vagy az anyuka, tegyük fel 16 évesen vagy 18 évesen nem szüli meg a gyermekét, hanem inkább megöleti hivatalos módon, ugye hivatalos okmányok kísérletében, az nem gyilkosság, hanem felelősség, teljesség. Ez őrültség. Tehát tényleg ilyenkor fáj a szívem, hogy mi történik a világban. Na, de a lényeg az, hogy az Úristen megengedte, hogy testben legyünk, elbukott emberi testben legyünk, megpróbáljuk, hogy milyen az élet nélküle. Megengedte szó szerint, hogy az Édenből kijöjjünk. Megengedte, hogy őt hazugnak nevezzük, mert Éva hazugnak nevezte Istent azáltal, hogy azt mondta, hogy a kígyó kísértette őt meg. Jézus nem ezt mondta, hogy a kígyó, egy külső kígyó kísérti meg az embert, hanem azt mondta, hogy a szívből származnak, az emberi szívből származnak a hazugságok, a paráznaságok, és így tovább. Tehát Istent hazugnak nevezte Éva, Ádám is, és én is, és te is mindannyian. Azt mondtuk, hogy van beszélő kígyó, ő volt a hibás. Azóta is folyamatosan hárítunk, másokat hibáztatunk, és ezáltal felhatalmazzuk magunkat az ítélkezésre. Arra, hogy egymást bántalmazzuk, és egymást megöljük. Isten mindezt megengedte, hogy lássuk meg, hogy mit jelent a hárítás, mit jelent a hazugság, mit jelent eltávolodni tőle. Hogy aki ezt meglátja és megérti a lényeget, azáltal ugye vágyat érezhessen az ő szívében, hogy visszamehessen hozzá Istenhez, visszafordulhasson hozzá, és az ő segítségét kérje a megigazuláshoz. Tehát az Úristen ugye mindazt, amit megengedett, azért engedte meg, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen az élet nélküle, tőle eltávolodva. Hogy azáltal egyesek majd ugye hiányt fognak érezni, és vágyat, hogy megismerik az ő szavát, az igazságot, és azáltal úgymond újból gyermeki állapotba kerüljenek, bizalomba kerüljenek. A testi vágyat szintén megengedte az Úristen, épp azért, amit az előbb elmondtunk, hogy legyen, tehát azon keresztül az Úristen megállhassa az apukát, az anyukát. Hogy azáltal az anyuka bekerüljön abba az állapotba, abba a Krisztusi állapotba, amit Jézus számunkra megmutatott. Mert a legtöbb anyuka, ugye, hát sajnos szerintem most már nagyon sok a kivétel, mint az előbb is mondtam, de a legtöbb anyuka, én merem hinni azt, a legtöbb anyuka még mindig meghalna az ő gyermekéért. És hogyha választania kéne, hogy a szülőszobában ő fog meghalni, vagy pedig a gyermek, én merem azt remélni, hogy a legtöbb anyuka azt mondaná, hogy inkább én az én gyermekem, és én halljak meg. Mert az az anyuka, aki így tud gondolkodni, az már bekerült a Krisztusi állapotba, a szent lélekbe, szent lelkületbe, és ugye megváltást nyerhet azáltal. Hisz ez volt a Jézusnak a tanítása, ugye a legfőbb tanítása, az életének a tanítása, nem csupán szavakkal meg dumával tanított Jézus, hanem ő konkrétan az életével megmutatta, hogy ő miről beszélt. Azt mondta, hogy az az igazi barát, aki meghalna az ő barátaiért, és ő meg is halt. Tehát feláldozza magát az ő barátaiért. Ugyanígy az anyukák,
Hát én tényleg én inkább azt mondanám, hogy a régebbi anyukák, ugye a régi verziók, akik még a nőklapját nem ismerték, a femina.hu meg a társait nem ismerték az emancipációt, nem ismerték az önmegváltást, meg a különböző ilyen tanokat. Azok az anyukák, nekem meggyőződésem, hogy készen lettek volna meghalni az ő magzatukért, hogy az ő magzatuk élhessen. És pont azáltal nyerték el a megváltásukat. Azt mondja Jézus, hogy a földbe esett mag, hogyha nem hal el, egy maga marad. Viszont, hogyha elhal, sok termést hoz, ugye? Tehát ahhoz, hogy termést hozzunk, mi el kell haljunk, úgymond. A magnak el kell halni a földben, ahhoz, hogy ő termést hozzon. És a gyermek áldás által, kedves agatok, hangsúlyozom, tehát nem a terhesség által, nem a gyermek vállalás által, hanem itt ez egy friss medvenyom egyébként, nem olyan nagy kicsike, nem látom olyan nagynak, hát ha találkozok vele. Tehát menjünk utána, hát ha meglátjuk, hogy hol ment. A gyermek vállalás által, a gyermek áldás által, ha tisztességesen csinálja azt a szülő, bekerülhet ő a krisztusi állapotba. Az anyuka, az apuka úgy szintén, ugye, ugyanis ők feladozzák magukat azért, hogy a gyermek éljen. A földbe elvetett pityóka, ugye, burgonya, szintén elrothad, és utána viszont megtörténik az, hogy abból a magból terem 5-6, akár több burgonya. Tehát az Úristen a teremtésben is megmutatta nekünk azt, hogy mi a lényege az életnek, a teremtésnek. Viszont az örömhír ugye az, mint tudjuk, hogy van örök élet. Tehát az ember nem kell meghaljon. Az embernek van örök élete, de viszont ahhoz, hogy örök élete legyen az embernek, meg kell tanulnia az életnek a törvényét. És a gyermekáldás által, kedves agatók, a testi vágy által, amit nem önző módon használ az ember, él meg az ember, meg tud történni az, hogy ő megváltást nyer, mert megérti a lényeget, megérti az életnek a lényeget, miszerint az élet ajándék, és amit kapunk, az ajándék, amit adunk, az szintén ajándék. Nem akarom megzavarni a mackót, remélhetőleg nem ijesztjük meg egymást. Hát nem tudom, hogy merre ment. Lehet, hogy itt alszik ez alatt. Lehet, hogy ez alatt alszik. Nem tudom, itt eltűnt anyom. Érdekes módon. Ha nem akarom megzavarni, mert lehet, akkor össze kell vesszünk. Szóval érthető, hogy miért adott az Úristen testi vágyat nekünk, miért engedte meg a testi vágyat. Bár ugye a test, amit úgy hív Pál apostol, hogy a bűnteste, az elbukott világhoz tartozik. De a testi vágy által az anyuka, meg az apuka úgy szintén bekerülhet Istennek a tervébe, ahol ő megtapasztalhatja, hogy mit jelent úgymond feltétel nélkül szeretni valakit, feláldozni magunkat a gyermekünkért. És aki ezt tisztességesen végig csinálja, ugye, és nem követ el házasságtörést, paráznaságot, az ember megmenekülhet, mert bekerül Istennek a tervébe, az ő tökéletes tervébe. És azt, hogyha végig csinálja, akkor átalakul az ő értékrendje, megérti, hogy hogyan működik az élet, úgy mondta. Nyilván megfigyelhetjük, hogy legalábbis én megfigyeltem, hogy a nagy családos anyukák, meg apukák, vagyis férfiak és nők sokkal
hogy mondjam, kedvesebbek, szeretetteljesebbek, sokkal több bennük a szolgálatkészség, az önzetlenség. Tehát hiába, hogy van több gyermekük, mégis jut egy vendégnek is. Tehát meg tudják osztani az ő megélhetésüket, még a családon kívül is jut, ugye. Viszont azok az emberek, akik átálltak az önmegváltás projektjébe, beálltak, azok az emberek, mint tapasztaltam én, sokkal önzőbbek. Tehát sokkal inkább maguknak valók, hiába, hogy nincs gyermekük, nincs akiről úgymond gondot viseljenek, mégis sokkal önzőbbek, mégis kevesebb jut, mégis kevésbé tudnak segíteni. A logika, a földi logika azt diktálná, azt mondaná, hogy egy olyan nőnek, meg férfinak, akinek nincsen családja, nincsenek gyermekei, hát neki ugye több jutna, többet tudna ő segíteni másoknak. De viszont épp az ellenkezője történik. Azok tudnak a leginkább segíteni, azok a legsegítőkészebb emberek, akiknek van családjuk, akik már begyakorolták, megtapasztalták azt, hogy milyen jó adni, milyen jó örömöt okozni az ő gyermekeiknek. És az ilyen emberek sokkal könnyebben gyermeküknek tudják tekinteni, még az idegent is, a vendéget is. Nem hiába mondja az írás már az Ószövetségben, hogy lehetek vendégszeretők, mert tudtottokon kívül angyalokat vendégeltek meg, pontosan, mint Ábrahám és Lót. De a vendégszeretet, kedves hallgatók, sajnos az nem úgy működik, hogy minél kisebb a család, minél nagyobb a kényelem, minél nagyobb a ház, annál intenzívebb és annál ugye erőteljesebb, hanem pontosan fordítva. Ott, ahol többen vannak, ott, ahol nagyobb a szükség, ott, ahol van család, leginkább ott történik a vendégszeretet, ott valósul meg a vendégszeretet. És nem ott, ahol kényelem van, nem ott, ahol bőségesen van pénz, anyagi javak vannak, hanem épp ellenkezőleg ott, ahol nincs a nagy bőség, ott, ahol szükség van, ott, ahol van egy ilyen családias hangulat, egy ilyen meleg otthon, úgymond. Hát igen, és a macskánk, ugye a kis cica, a Suzi, most úgy néz ki, hogy tüzel. Várja a párját. Kéne neki is, hogy jön egy kandúr, megtermékenyítse őt. Hogy azáltal legyen neki foglalatossága, hogy megszűlje az ő kölykeit, és tudja gondjukat viselni. Tehát ezáltal, kedves hallgatók, jól figyeljetek, ezáltal bekerül az ember a gondviselőnek a tervébe. Tehát mi is gondviselővé válunk azáltal, hogy elfogadjuk a gyermek áldást, és nem menjünk bele a sátáni hazugságba, ami azt mondja a gyermek áldása, hogy terhesség. Hát hogy lehetne az terhesség, kedves hallgató, amikor azáltal menekül meg az ember? A legtöbb ember, anyuka meg apuka azáltal menekül meg, hogy elfogadta a gyermek áldást, és azáltal ő is gyakorolhatta, mondjam azt, Isten gyermeki jellemvonásait, tulajdonságait, ugye? Mert hogyha az Úristen gondviselő, ugye? Gondviselő, tehát szeretett bennünket, akkor nyilván mi is gondviselővé kell váljunk. Nekünk is fontos gondviselővé válnunk, gondot viselnünk egymásra, gondot viselnünk ugye gyermekeinkre. Hát, bárcsak ezt tudtam volna akkor, amikor kellett volna tudjam. Most utólag tudom, Isten könyörül rajta. Ez van. Ez van, kedves hallgatók. Ezért is mondtam azt, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy én ezt úgy mondom, mint egy ilyen okostojás, filozófus, aki mindent jól tud, mindent jól ismerne, ellenkezőleg mindent elbuktam. Hogyha az én lelkem valamiképp meg fog menekülni, azok után, hogy milyen hibákat követtem el, ugye, milyen istentelenséget követtem el, akkor az teljesen nyilvánvaló, hogy nem az én érdemem, hanem a mindenható Istennek az érdeme. Aki azt mondta, hogy rengeteg bűnöd van, ugye, annyi a bűnöd, mint a tengerpartján a homok, ugye, homokszem, de viszont a te bűneidet olyan messze hajtom tőled, mint amilyen messze van
észak, vagy kelet-nyugattól, vagy dél-északtól, vagy valahogy így, ugye. Tehát ezért engedi meg az Úristen, hogy legyen testi vágy, hogy az ember engedelmeskedve a testiségének, a testi vágynak bekerül Istennek a tervébe, visszakerül Istennek a tervébe, megéli az isteni szeretetet, úgymond az önfeláldozást, hogy a sajátjából ad. A sajátjából ad ugye a gyermekének, a szomszédjának, az embertársainak, és így megmenekül, így az ő lelke megtisztul. Persze azt még hozzá lehetne fűzni ez az eszmefuttatáshoz, hogy igazából az volna jó, hogy ha az ember már első perctől úgy élne, az ember első perctől tudná azt, akár gyermekkel, de akár gyermek nélkül is, hogy ami neki van, az nem az övé. Semmi sem az enyém. Semmi sem. Tehát amim van, azt én fontos, hogy megosszam, mint ahogy Jézus mondta, azáltal szaporodik meg nekem, tehát nálam a bőség, az én bőségem, az én gazdagságom Istenben, akár így a földi elbukott világban is, azáltal tud megszaporodni, hogy én örömmel megosztom azt embertársaimmal. Örömmel szétosztom kincseimet. És örömmel elfogadom azt, hogyha Isten kegyelméből még többet kapok, hogyha még adatik nekem kincs, és ugye azáltal még inkább belekerülök az Istennek a tervébe, mert minél többet kapok, annál többet megosztok. De viszont, hogyha az emberben nincsen meg ez a bölcsesség, nincsen meg az életnek a tudása, az életrendjének az ismerete, akkor nyilván hogyan, tehát úgy, mint tudatlan ember, hogyan tud bekerülni Istennek a tervébe, tökéletes tervébe, hogyan tud megmenekülni úgy, hogy a testi vágyat arra használja, amire az Úristen azt adta, vagy úgymond megengedte, hogy utódokat nemzen és gondjukat viselje, szeresse őket, úgymond feláldozza magát az ő gyermekeiért, mint ahogy Jézus is feláldozta magát az ő barátaiért, ezáltal megmutatva annak az útját, úgymond az elbukott emberi testből, a bűntestéből, a földi testből való megszabadulásnak az útját. Tehát, kedves aggatók, most gondoljatok vissza arra, hogy ez régebb hogyan működött. Régebb nem volt sem Biblia, nem volt semmi. Régebb volt lelkiismeret, nem volt Bill Gates alapítvány, nem volt gumiófszer, nem volt semmi. Nem volt semmi, hanem a testi vágy arra szolgált, hogy gyermeket nemzenek az emberek. És azáltal, hogy bekerültek Isten tervébe, és így történhetett meg az, hogy 80 évesen, 90 évesen, 100 évesen, 100 valahány évesen az őseink megboldogultak. Tehát nem meghaltak, hanem megboldogultak. Megtelve élettel, mint ahogy mondja az írás, az Ószövetség, ugye Ábrahámékról, hogy ők megtelve élettel, ugye megboldogultak, lehunyták a szemeiket, elaludtak, nem azt mondta, hogy meghaltak, elaludtak, így fogalmazza az írás, kedves hallgatók. Ezen gondolkozz el, hogy majd, amikor ez utolsó óra számodra, akkor te elalszol, el fogsz aludni, vagy pedig meg fogsz halni hatalmas kínok között, hatalmas félelmek között, hatalmas neheztelésben, hatalmas bűnökben, hatalmas meg nem bocsátásban, kedves hallgatók. Ez nagyon fontos. Ügyeljetek, mert a világ tényleg durván afelé tart, hogy az emberek, az emberi lelkek úgymond tönkre menjenek. Ezért van ilyen sok tanfolyam, sok ezoterikus, meg különböző ilyen vallási tanfolyam, mint egy Pál apostol mondta, ugye, hogy az utolsó időben a tudomány meg fog szaporodni. Tehát meg van szaporodva milyen tudomány? Az élet ellenes tudomány, kedves aggatók. Az önmegváltás tudománya. Nem azt mondom, a kereszténység erről szól, de viszont, mint mondtuk, a kereszténységbe is igenis ugye belépett ez a szellemiség, ez a New Age szellemiség, ami egyre inkább az önmegváltásra fókuszál, és semmiképpen sem az önfeláldozásra. Tehát minden, ami önnel kezdődik, kedves hallgatók, nem hogy veled, hanem önnel. Tehát ugye, hogy megbocsátok önmagamnak,
szeretem önmagamat, kopogtatom az idegvégződéseimet, ugye, mint a hülye fiú, és közben mondogatom annak azt, hogy szeretem magamat. Ez mint őrültség, ez mint az önmegváltásnak képezi a részét, úgymond. De az önmegváltás, kedves agatók, az nem lehetséges, az maga a pokol, az maga a kárhozat. Mert az önmegváltásban nincs ahogy, tehát légzéstechnikával, meg különböző ilyen joga pozíciókkal, nincs ahogy az embernek a lelke fellágyuljon, puhává, képlékenyé, gyermeteggé váljon. De viszont azáltal, hogy az apuka meg az anyuka szereti az ő gyermekeit, szereti a szomszédjukat, segítőkészek, szolgálatkészek, igenis fel tud lágyulni. A szeretetben ugye fel tud lágyolni az embernek a lelke. És igen, ki kell mondani azt, hogy a lágy, a puha, a gyermeki lélek tudja örökölni Isten országát. A bekeményedett lélek, a szeretem önmagam lélek, a megbocsátok magamnak lélek, az önmegváltó lélek nincs ahogy meglássa Isten országát. Mert Isten országában nem felnőttek vannak, hanem gyermekek. Olyan gyermekek, mint Jézus, amilyen volt, akik odaadták magukat teljes mértékben az embertársaikért, hogy ők ugye táplálva legyenek, szerrel legyenek etetve, ugye szeretve. Ez volna a lényege a testi vágynak, kedves agatók. Tehát, ha van testi vágy, akkor teljesen egyértelmű, hogy az itt van, hogy az ember éljen vele, nem önkielégítő módon, hanem önfeláldozó módon, vállalva a gyermek áldást, ami nem terhesség, hanem áldás Istentől, és segítség Istentől, hogy a lélek megmeneküljön. Én amit tapasztaltam egyébként a téma kapcsán, kedves agatók, az, hogy az elbukott földi testemnek, ugye, amit úgy hív az írás, hogy a bűnteste, annak a vágyai annál erősebbek, minél kevésbé foglalkozom Isten dolgaival, az igazsággal. Amikor benne vagyok az igazságban, benne vagyok a szóban, az élet szavában, azt hallom, azt adom tovább, azt cselekszem, akkor nekem a testi vágyam, a bűntestének a vágya, úgymond sokkal visszafogottabb, sőt valamikor úgy, mintha elpárolgott volna, eltűnik. Miért? Azért, mert már eleve bekerülök Istennek a tervébe, azáltal, hogy örömmel adom, avagy fogadom, és tehát fogadom és adom az ő szerét, az ő kegyelmét, az ő szeretetét. Amikor az ember ezt teszi, akkor ugye nyilván a testi vágy lankat, mert akkor már nem szükséges az, hogy ő a gyermeket nemzen erre a földre, mert ő amúgy is azt teszi, kedves agatok, mert ahogy az írás mondja, aki nem születik újjá, Istennek a lelkétől és a Jézusnak a szava által az ember nem fogja meglátni Isten országát. Tehát amikor az ember az igazságot megismeri, és azt ő nyilvánítja, megmutatja folyamatosan embertársainak bármilyen módon, ahogy a lélek adja neki, azáltal ő már gyakorlatilag egyfajta nemzést hajt végre, ugyanis ahhoz, hogy valakinek a lelke örökön éljen, és meglássa az Isten országát, ahhoz szükséges az, hogy újjászülessen. Tehát ugye van a szülés, a testi szülés, meg születés, de ez önmagában, kedves agatók, nem elegendő. Mert ugye a gyermek megszületik, és egy darabig gyermek. Az ő angyalai mindenkor látják Istennek az arcát. De viszont, hogyha ő felnőtté válik, elmegy iskolába, elkezdi nézni az interneten az online pornót és a horort, meg a filmeket, meg a hazugságokat, azáltal ő is felnőtté válik. És belekezd az önmegvalósításba. Az önmegvalósítás gyakorlatilag az nem más, mint távolodás Istentől. És
ahhoz, hogy egy ilyen felnőtt ugye megmeneküljön, neki szükséges újjászületnie. Mert felnőttként, ahogy Jézus mondja, senki sem fogja meglátni Isten országát. Csak gyermekként. És ehhez fontos az újjászületés. És ehhez fontos a gyermek, a második gyermek nemzés. Ami nem más, ugye, mint az, hogy az igazságot megmutatva, az igazságot hirdetve segítünk embertársainknak abban, hogy visszataláljanak az ő mennyei édesapukájukhoz, újjászülessenek, újból gyermekek legyenek, ott hagyják az önmegváltásnak a különböző technikáit, elhagyják a vallást, elhagyjanak minden izmust, minden rendszert, és vágyakozzanak arra, hogy hallják az ő megváltójuk szavát, ahogy mondja a János evangéliumának a 10. fejezetében, hogy aki már gyermekké lett Istennek a lelke által, Jézusnak a tanítása által, azok a személyek mind hallják az ő szavát, hallják az ő hangját, hallják az ő szavát, vezeti őket, és elvezeti őket a zöld legelőre, idézőjelben, avagy a mennyek országába. Röviden ennyi, így tudtam, így emberi módon, egyszerű szavakkal megközelíteni a testi vágynak a témáját. Remélem, hogy érthető, remélem, hogy elgondolkodtató, és remélem, motivál mindenképp arra, hogy te is elgondolkozz ezeken a dolgokon, hogy mire van a testi vágy, mi annak a célja, annak a küldetése, és egyáltalán milyen lehetősége van az eltévedt embernek a média, az iskola, a világi rendszer által, úgymond beprogramozott embernek milyen esélye van arra, hogy visszakerüljön Istennek a tökéletes tervébe, és hogy teljesen megtisztuljon, megszentelődjön és megláthassa Istennek az országát. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon.